A Pasasátor és a környék szurkolókkal volt tele. Két pályát mászhattak meg a jelentkezők. Balázs szeptemberben kezdte a mászást, eddig csak teremben próbálta. Valójában ugye, amihez hozzászokik az ember, ezek a műanyag fogások olyan, kicsit mint a smirli papír. A kő az annyira más, kicsit néha nyírkos, kicsit csúszik, annyira, tényleg más tapintása van, és az úgy jó is megfogni a követ egy műanyag után. Idén rekordszámú jelentkezővel indult a verseny, 140-en mászták meg az egri várfalát. Négy kategória volt, ifi fiú és lány, felnőtt férfi és nő. A szervezők azt mondják, emelkedett a női jelentkezők száma. A verseny szabálya egyszerű. Az adott falon kell szépen felmászni, adott idő alatt 7 perc elrendelkezésére egy főnek, hogy kimássza az adat. De elsősorban a magasságot nézzük, hogy hányadik kőig ér el. Hogyha toppot mászik, akkor pedig úgy nyilván az időt nézzük, hogy mennyi idő alatt sikerült kimásznia az adott falat. Hagyománya van már a várfalmászásnak. Ez a verseny volt a 15. A hétköznapokban ez a fal nem mászható. Ez különlegessé teszi a versenyt. Megmásztam, és nagyon érdekes. Meglepett amúgy, mert nem gondoltam, hogy ilyen nehéz. Tehát ez elég komplikált rajta a mozgás. Tehát persze pici, apró peremek, kicsi lyukak, amiket szépen azért el lehet rajta egyensúlyozgatni, úgyhogy nagyon érdekes. Egyre többen hódolnak ennek a sportnak, főként a beltéri mászásnak, mondja a szövetség elnöke. Nagyon komplex sport, ráadásul kint a természetben és bent is lehet végezni. A mozgás is komplex, pszichésen is tréningezi az embert. 2020-ban Tokióban a mászás is ott lesz az olimpiai számok között.